Mintegy 70 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők a márciusi közgyűlésen. Többek között fejlesztésekről, támogatási kérelmekről hoztak döntést. A már megszokott módon az első napi rend végén Csárna Gábor polgármester tájékoztatta a képviselőket az elmúlt időszak főbb eseményeiről, történéseiről. Nagyon fontos nap volt március 5 a város életében, akkor jelentek meg azok a már tudott modern város programban szereplő határozatok, amelyek konkrétan már a forrás is oda csoportosítják. Az élményfürdő, úszodafejlesztés, fejlesztés, a sport és víziközpont kialakítása, mint komplexum mögé, az új szálloda termákút megvalósítása, építése mögé, konkrét állami, kormányzati forrásról, összegekről beszélve. A képviselők elé került az Unisol létesítményi gazdálkodási ZRT-vel kötött megállapodás az élményfürdő üzemeltetésével kapcsolatban, mivel a szerződés május végén lejár. A közgyűlésen arról határoztak, hogy újabb fél évre hosszabbítják meg, beleértve mindazon ingyenes és kedvezményes lehetőségeket, amelyeket a Dunajvárosi Nyugdíjasoknak, diákoknak, illetve sportegyesületek részére biztosítanak. 20 millió forinttal támogatják a Védőháló Alapítványt, amely a Dunai Városi Rászorulóknak segít közüzemi díj kifizetésében. Városunkban sok olyan régi köztéri pad van, amelyeket már nem lehet javítani. Az elmúlt két évben az önkormányzat 140 új padot helyezett ki városszerte. A lakók részéről folyamatosan érkeznek a javaslatok, hogy hol lehetne, hova kéne még újabb padokat kitenni. Az idei költségvetési keretből összesen 228 új padot telepítenek majd, amelyek beszerzésére és kihelyezésére mintegy 20 millió forintot biztosítanak a DVG Zrt-nek. Szintén a város cégét bízzák meg közterületi felújítási munkálatokkal. 186 millió forintból járdák, utak, lépcsők és buszöblök újulnak meg. Hamarosan beindul a Dunai Városi Buli Szezon, a városi nagy mellett más nagyobb programok megvalósulását is segíti az önkormányzat. A Dunai Városi Egyetem Hallgatói Önkormányzata 10 millió forint támogatást kért a Dudik Fesztivál megrendezésére, amely június 12 és 15-e között lesz az Alsó Dunaparton. A szervezők tájékoztatása szerint fellép majd Ákos, a Halott Pénz, Horváth Tamás, a Kozmix és a Bagosi Brothers Company is. A képviselők biztosítják a kért támogatást. Egy hónappal később, július 8 és 14 -e között lesz a Rock Maraton, amelyet így már ötödik éve szerveznek meg városunkban a Szalki-szigeten. A közgyűlésen 7 millió forint támogatást szavaztak meg a szervezőknek.